Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. És itt van már velünk a stúdióban Huszár Ildikó, de sokan csak úgy ismerik a városban, hogy Pötyi, és a Grapevine tánciskola vezetőjéről van szó. Sok szeretettel üdvözöllek itt a stúdióban. Én is üdvözlöm a hallgatókat, és téged is. És hát már ismerjük egymást, úgyhogy ha nem haragszanak meg érte a kedves hallgatók, akkor tegeződni fogunk, bár azért a tánc sportvilágában azért ez nem áll távol az igazságtól. Kezdjük onnan a beszélgetésünket, hamarosan majd rátérünk arra, hogy a Grapevine tánc stúdiónak a fiataljai milyen szépen szerepeltek egy Európa-bajnokságon, viszont előtte kicsit ismerjünk meg téged jobban, vagy a kedves hallgatók, a tánc szeretete. Azt gondolom gyerekkorba vezet vissza téged, hogyha azt kérdezem, hogy honnan is ered, mióta szereted a táncot, mióta határozza meg az életedet. Hát sokan meglepődnek, mert nekem nem annyira gyerekkorból jött, bár 9-10 évesen balettoztam itt Kecskeméten, de igazándiból nem az hagyott a lelkemben, úgy szerettem, de nem az volt az elindítója az egész táncos életemnek, mert utána sokfajta sport elszólított. Én 18 évesen találkoztam úgy a tánccal, amikor ténylegesen megérintett, a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban kezdtem el táncolni, az egyetemi társaim mondták, hogy hú, Pötyi, van egy ilyen lehetőség, oda elmentem, nagyon megtetszett, és hát onnan indult az egész kis pályafutás, hogy elkezdtem ott jazz balettet tanulni, és onnan nőtte ki magát, hogy ez volt 1980-as évek vége, és 86-ban már úgy emlékszem, van egy ilyen kis naplóm otthon, 86-ban nyitottam meg azt a naplót, amiben elkezdtem vezetni magának a táncos múltnak a történetét, és 93-ban lett a mi kis tánccsoportunk önálló egyesület, a gyerekeim apukájával, Varga Attilával alakítottuk akkor a Grapevine Táncklubot. Milyen céllal? Tehát, hogy hogyan is alakítottátok, hogy jó, akkor legyen egy saját? Igazándiból itt vándoroltunk Kecskeméten több művödési házban, kerestük a helyét magának ennek a táncformának, akkor még igazándiból egy tánccsoport volt, ami 93-ban egyesületté változott jogformában, és szépen nőtte ki magát, azért ide nagyon kőkeményen ide kapcsolódik, hogy 1993-ban mi megnyertük a Magyar Televíziónak a Ki mit tud vetélkedőjét, amit még Antal Imre vezetett, és hát ott az egy kicsit hírnévre tettünk szert, és utána 94-ben az egy ilyen sok-sok év sorozat, ilyen sikersorozat volt, mert 94-ben a showtáncban világbajnokok lettünk, Lyonban, és akkor itt tényleg nagyon felpörgött a mi kis táncos életünk, özöllöttek a tanítványok a kis tánciskolánkban, és hát ezért is döntöttünk 93-ban, hogy így önállóvá válunk, hogy most már meglovagolhatjuk ezt a dolgot, és akkor elkezdtünk tanítani. Én menet közben elvégeztem a táncoktatóit, az eredeti szakmám amúgy óvónéni, úgyhogy nem áll messze a tanítás, a pedagógia az én kis életemtől. Arról is beszélünk majd hamarosan tényleg, hogy milyen hitvallás szerint tanítod a gyermekeket, akár mint pedagógus, akár mint tánctanár, viszont az eredményekre térjünk rá kicsit bővebben, mert azért itt fű alatt rejtetted el, hogy világbajnoki címet is szereztetek, de tényleg fantasztikus eredményeket is értetek el akkoriban, ezekről mesélj kérlek. Nyilván gondolom a világbajnoki címre vagy a legbüszkébb. Hát igen, de előtte én szólóban is elkezdtem versenyezni, az első világversenyen szóló kategóriában amúgy 10. helyezett voltam, a dúóban pedig a gyerekeim édesapjával 16., de mégis azt éreztem, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a dúózásra, showdúóra, mert eleve sokkal jobb együtt örülni valakivel egy eredménynek, mint egyedül megélni azt a pillanatot, és tehát végül is innen indult be ez a versenykarrier sorozat, megnyertük ugye 93-ban Lyonban, utána Európa trófeát is nyertünk, tehát ez a 93-94-95-ös év, Európa kupát, világkupát, tehát ott végig az összes, rengeteg kupánk van otthon, és ezeket mind-mind-mind megnyertük sorozatban. Sok-sok-sok tévés felkérés volt a Magyar Televízióban a Leg-leg-leg című műsor, Rózsa György vezetésével azt is megnyertük, akkor volt még egy másik, a Cirkusz Varieté is indított egy vetélkedőt, ja igen, az volt a címe, hogy Csodabogarak, arra is beneveztünk, azt is megnyertük, úgyhogy minden, ami ilyen mozgás, tánccal kapcsolatos, akkor nagyon kaphatóak voltunk rá, és akkor meglovagoltuk
ezeket a kis vetélkedőket, versenyeket. Akár vetélkedő szinten, akár hogyha mondjuk világbajnokságon vettetek részt, akkor mennyi időnek kellett eltelnie annak, hogy ugye 18 évesen mondtad, hogy jobban megismerkedtél a tánccal, majd világbajnok lettél, tehát itt a kettő között... Hát azért sok-sok év. Sok-sok év. Igen. Azért annyit még előrelátóba elmondanék, hogy én 15 éves voltam, amikor én kitaláltam gyermekfejjel, hogy én nagyon szeretnék valamiből világbajnok lenni. Mindegy, hogy micsoda, valami. És elkezdtem akkor már keresgélni, hogy mi legyen ez a sport, akkor szembesültem, hogy a szertornából már kiüregettem. És ugye, mivel 18 évesen találkoztam a tánccal, onnan, ha számolunk, nem titok, én még pont belefértem életkorilag a Ki mit tudba, mert 26 éves korig lehetett beadni a nevezést, és én 26 éves voltam, amikor 93-ban a Ki mit tudott megnyertük, és 27 éves voltam, amikor a világbajnokságot megnyertük, tehát jó sok évet, év munkáját tettük bele, mire ezt a címet elértük. Akár ennél a vetélkedőnél, akár, hát inkább a vetélkedőkre illik ez, mert mondjuk világbajnokságon mindenki táncolt. Mennyire gondoltátok azt, hogy a tánccal lehet kitűnni, vagy esélyetek van erre, mert gondolom voltak sokan, akik énekeltek mondjuk, vagy tehát, hogy a tánc az mennyire volt ebből a szempontból akkor, és akár manapság is, vagy összehasonlítva a kettőt, népszerű? Én úgy gondolom, hogy abban az időben én ezt érzem, hogy sokkal jobban felkarolták magát a művészetet, és sokkal nagyobb perspektívája volt egy táncnak, hogyha így az ember a jövőjét tervezte. És mi hittünk abba, hogy ezen az úton el lehet indulni, hogyha esetleg itt eredményt elérünk. És hát sikerült is tényleg ezeket az eredményeket elérni. Ugye a világbajnoki címre vagy a legbüszkébb, azt mondtad, hogyha mondjuk a második helyezett, mert sok mást is felsoroltál, a VB cím nyilván az kiemelkedik a sorból, de emellett még mire vagy a legbüszkébb? Én amúgy nagyon büszke vagyok, 95-ben világbajnokságon újraindultunk, és ott egy negyedik helyet értünk el, és hát akkor a párom elkeseredett, és utána én hát így észreszédítettem, hogy hát azért egy világbajnok negyedik cím is nagyon-nagyon nagy büszkeség, én úgy gondolom. Úgyhogy én annak ugyanúgy örültem, mint a világbajnok első helyezésnek. Egyébként akkor milyen nemzetekkel versenyeztetek? Tehát, mint magyarok, kikkel vettétek fel a versenyt? 30-valahány ország, ezt így pontosan tudom, 30-valahány ország, tehát szinte majdnem minden kontinensről jöttek ellenfelek. Nem szeretem ezt a szót, hogy ellenfelek, meg az se, hogy vetélytárs, mert egy picit bennem a maga a tánc, hogy ezt megversenyeztetjük, egy picit ütközik, mert nem annyira versenyek közé sorolnám, mint kategória, inkább a művészet felé. De ha már verseny, akkor vannak eredmények. Nekünk akkor, tehát 51 induló volt mellettünk, tehát velünk együtt 52 induló, és 52 koreográfia közül lettünk elsők. Valahol még ezt a papírt el is tettem emlékbe, hogy kik voltak az indulók, és ugye ezt úgy szem előtt kell tartani, ez az 52 induló, ez az adott országoknak a legjobb párosai voltak. Tehát úgyhogy már kvalifikálni kellett Magyarországon? Igen, igen, igen. Tehát mindig úgy a szövetségnél az első három helyezett jut ki nemzetközi versenyre, és itt így kerültünk ki, tehát hogy itt az is mérvadó volt, hogy a többiek is nagyon jók voltak. Ugye azt tudom, meg nyilvánvaló, hiszen tánciskolád van, hogy rengeteg koreográfiát tartasz, akár egy nap is kézben, vagy egy héten, vagy akár a különböző versenyekre, vagy a felkészülést illetően nagyon sok koreográfiában vagy benne, gondolod ki, tanítod meg. Emlékszel-e arra a koreográfiára, amivel világbajnokok lettetek? Mai napig el tudnám táncolni. Igen. Lehet, hogy már a fizikum nem olyan, vagy már nem vagyok olyan bátor, mert elég sok akrobatika volt benne, és most azt gondolom, hogy meg tudnám csinálni, de ez szerintem csak az érzet, ami benne marad az emberben. Fizikailag nem biztos, hogy az összes figurát meg tudom már csinálni. A Grapevine tánciskolára térjünk rá egy picit. Miért így hívjátok? Vagy miért lett a 90-es években ez a neve? Hát ennek van egy kis sztoria. Előtte úgy hívták, hogy Afro Jazz Tánc Klub, és amikor, tehát ez a névváltoztatás azért volt, mert indultunk az ASZ című műsorom, amit Geszti Péter vezetett anno 90-es évek teljes legeleje, vagy 80 vége, valahogy 89, így valahogy. És amikor a televíziós felvételre készültünk, a Happy Charleston koreográfiával, amit egy hódvezővásárhelyi koreográfusnő készített, akkor a Geszti Péter odajött és mondta, hogy hát ilyen szép lányoknak nem illik ez az Afro Jazz Dance Club név, és hogy
valami jobbat találjunk ki, ami hangzatosabb egy televízióban, és hát ő keresztelte el bennünket Grapevine-nak, ami egy keresztező tánclépés, vagy sokan szőlőbóra gondolnak, amúgy nem az, vagy pedig van egy ilyen átvitt értelme, hogy leadni a drótot. Ez is úgy passzolt, hogy leadni a magát a tánctudást, és akkor így lettünk Grapevine, igazándiból a keresztapán Geszti Péter. Geszti Péternek köszönhetitek, tehát a nevet, a sok-sok eredmény pedig természetesen a tánciskola. Neked ott a kezdetekben könnyebb vagy nehezebb volt? Tehát ott mondtad, hogy a sok-sok cím, az ismertség, a hírnévnek köszönhetően jöttek a diákok és a fiatalok, és akkor ők is táncolni szerettek volna. Akár már most előreugrottam jó pár évet a mai viszonyokhoz képest a tánc, bár az előbb is kicsit utaltam erre, hogy a népszerűsége visszaesett, ugyanolyan szinten van, még népszerűbb, mit tapasztalsz? Én szerintem népszerű a mai világunkban is, viszont az értéke nagyobb volt régen. Uh-huh. És az értékét azt arra értem, hogy sokkal komolyabban vették a tanítványok, összetartóbb volt akkor a közösség, nagyon nehéz most jó közösséget összetartani, nagyon sok impulzus éri a mai gyerekeket, nem egy oldalról jó, másik oldalról nem jó. Én nem tartom helyesnek, hogy már kisgyermek kezében telefon van, és ugye vibrál egész nap, és ez visszajön a pedagógiai munkában teljes mértékben. A tánciskolában ebből a szempontból vannak mondjuk szabályok, hogy aki belép, az nem telefonos? Hát a telefont azt leteszik a polcra, szigorúan nem vesszük el, de nem örülünk neki, de nem is, nem gondolom, tehát nem jellemző, hogy telefonozzanak, tehát leteszik a telefont, és tudják, hogy meg a szülő is tudja, hogy csak óra végén mondjuk akkor hívja a gyermeket, meg hát ez a mi dolgunk is, hogy kössük le úgy a gyereket az órán, hogy ne jusson eszébe, hogy a telefont fel akarja venni. Gondolom ez azért sikerül. Igen. Hány éves kortól táncolhat már egy gyermek? 5 éves kortól, de azért becsempésződnek a 4 évesek is. Én tárt karokkal fogadom, mert ugye már 3 éves kortól óvoda köteles egy kisgyermek, viszont jó, hogyha előtte azt az óvodai szabályrendszert megszokja, és utána már tényleg tud a táncra koncentrálni, és akkor nem nekem kell úgymond a beszoktatást elkezdeni. Néha előfordul, hogy elpityeredik, vagy anya hiányzik. Hát önnek még érdemes inkább az óvodában megszokni azt a szabályrendszert, ami után mondjuk egy 45 perces foglalkozása nem anyuci után sírdogál. Bár vannak ilyen kis bábjaim, amivel szintén elvarázsolom bent a gyerekeket, és akkor előbb-utóbb túl vagyunk ezen a nehézségen. Akkor az óvodai véna. Az ott van. A pedagógus véna, az természetesen előjön. Felnőttekkel is foglalkozik a Grapevine Tánciskola? Igen, felnőttekkel is. Hát van egy nagyon aktív szenyorita csoportunk. Van jóga, van hastánc, van bollywoodi oktatás. Tehát a modern tánc oktatás sem elzárt a felnőttek elől, tehát van egy úgymond idősebb korcsoportunk. És hát beszéljünk arról, hogy milyen tánc stílusok azok, amelyek jellemzik mondjuk ezt a tánciskolát, és hát kicsit visszaugorva, mert ezt a kérdést meg kifelejtettem, milyen tánc stílusokban értetek el ilyen fantasztikus eredményeket, ugye a showtáncot említetted talán. Igen, ez igen. Lefed mindent? Vagy hát akkor párhuzamban futott az akrobatikus rock and roll-al, tehát mi nagyon kőkeményen rockiztunk és akrobatikáztunk, de utána azt éreztük a saját pályafutásunkban, hogy jobban inkább ráállunk a showtánc és a modern táncnak a vonalára, mellette kiegészítésként elkezdtünk balettozni, és akkor ebből gyúródott ki igazándiból a showtánc. A showtánc amúgy egy eléggé összetett fogalom, hogy mit is takar. Ahhoz, hogy valaki nagyon jó showtáncos legyen, azért hát ez így furán hangzik, hogy polihisztor a táncokban, mert az nagyon nehéz, mert most már maga a stílusok, a modern, a balett, a kortárs, a jazz tánc, a step, a keleti táncok, ezek már mind szinte egy önállóságot képeznek, mert akkora figuratár, és akkor még a társas táncokat nem is említettem. Tehát, hogy akkora önállósággal rendelkeznek, hogy elég sokrétűnek kell lenni amúgy egy showtáncosnak, hogy magas szinten eredményt elérhessen. És a Grapevine Tánciskola ebből a szempontból melyik elemét a tánc stílusoknak? Hát van egy oldalunk, értem a igen. kérdést, van egy oldalunk, a keleti táncokat Szegedi Anita képviseli, ő volt tanítványunk, aki Bhaktivada Egyetemen végzett, és még a tanulmányi hátterében is ott van ez a keleti kultúra, és nagyon magas szintre képezte magát hastáncból és indiai bollywoodi táncból, jógából. Akkor van egy másik vonulatunk a modern tánc területén, showtánc területén,
Van a hip-hop stílus, ami elég közkedvelt a gyerekek körében, nagyon szeretik, bár ezt a stílust néha bekeverjük a showtánc közé is. És most van egy új tanítónénünk, Szabó Eszter, aki a balettos vonulatot fogja nálunk képviselni. Eddig is volt balett, volt, amikor vendégtanárt hívtunk, én is szívesen tanítok balettet, de főleg a kisebb korosztálynak. Azért a nagyobbakhoz már össze kell szedni magamat, hogy egy nagyon jó órát tartsak. És ha egy kis témaváltással tovább mehetünk, bár nem lesz olyan éles a váltás, melyik elemét mutatták meg a diákok ezeknek a felsoroltaknak a szlovéniai Európa-bajnokságon? Most kimondottan showtánc Európa-bajnokság volt Szlovéniában. Indultunk gyermekkorosztályban, junior és felnőtt korosztályban. Volt szólónk, duónk és formációnk, kisformációnk. És hát beszéljünk az eredményekről is, illetve hogy milyen élményekkel gazdagodtak a kecskemétiek. Hát az eredmények, nagyon büszkék vagyunk Magyar Noelra, mindenkit meglepett, ő maga is meglepődött, meg a szülei. Ő gyermek férfi korosztályban, show-szólóban ötödik lett, ez bizony nagyon nagy szó, és voltak olyan ellenfelei, akik ugye a gyermekkorosztály 8-tól 12 éves korig van, és bizony elég nagy különbség van egy 8 éves, meg egy 12 éves mozgás kultúrája között, meg ugye 8-tól 12 éves korig nagyon sok mindent tehet tarsolyába egy táncos, hogyha folyamatosan képzi magát. Úgyhogy itt ez az ötödik hely szenzációs, és nagyon-nagyon szép volt. Ráadásul Noel egy Jackson koreográfiát vitt, ami egy kicsit olyan autentikus Jackson koreó, és ott a modern balettes koreó között ez egy kuriózum volt, úgyhogy az egész csarnok mindenki nagyon nagy ovációval fogadta nagy tapssal. Nagyon szép eredményt ért el Fekete Kata. Az, hogy valaki Európa-bajnokságon 31. lesz, ez is egy gyönyörű eredmény, mert soha nem szabad elfelejteni, 41 indulóból itt minden országnak a legjobbja volt. Tehát még egy 41. hely is úgy gondolom, hogy egy szép eredmény, hogy magán az Európa-bajnokságon részt vesz. Gyermekcsoport 28. helyen végzett, akkor még volt egy gyermekformációnk, ők is nagyon szép, ők 13. helyet hoztak el, és volt a felnőtt formáció, ahol Európa-bajnok 8. helyezettek lettek 19 országból a nagyok, Földanya és a Négy Elem című koreográfiával. És hát gratulálunk mindenkinek természetesen, hogy az Európa-bajnokságon Kecskemétet, a Grapevine Tánciskolát népszerűsítették, a hírnevünket öregbítettétek természetesen. Melyik eredményre vagy a legbüszkébb, vagy azért ez most egy olyan kérdés, hogy az anyuka melyik gyermekét szereti a legjobban? Én megmondom őszintén, hogy mindegyik eredményre büszke vagyok, és a legbüszkébb arra vagyok, ahogy ezt az utat megtettük. Tehát ahonnan elindultunk, ahova fejlődtünk, ahova érlelődött akár egy formáció, mert bizony azért egy ilyen formáció elkészítésénél azért nem egy sima ügy, tehát vannak súrlódások, vannak nehéz pillanatok, van úgy, hogy nagyon jól sikerül egy edzés, van úgy, hogy borzasztó egy koreográfia eltáncolás, mert mindenképpen mondjuk túlterhelt, vagy fáradt, vagy egyéni bármilyen problémákkal rendelkeznek a táncosok, és ugye ezeket így át kell gyúrni csoporton belül, hogy egy jó összhatás legyen lelkileg és fizikailag a társulatba. Ezeket a csoportokat hogyan képzelhetjük el? Tehát hányan táncolnak? Hogyha mondjuk nem az egyéni eredményeket. Ha igen, nézünk. Hogyha csoportban táncolnak, akkor az 7 fő, formációban pedig 24 fő. Mi a nagy formációban 21 fővel dolgoztunk, és azért 21 főt összehangolni, hogy az összes próbán ott legyen mindenkinek egyéni szoc problémája, vagy mellette ugye jár énekkar, vagy esetleg más sport, vagy külön órák, hétvégi próbákat hozzáhangolni, ruhapróbát, hát nem volt egyszerű. És hát mondhatjuk, hogy ezek a csoportok, illetve aki egyéniben szerepel, például Noel, Magyarországon is kiemelkedő eredményt ért el azzal, hogy ott lehetett az Európa-bajnokságon? Tehát volt ilyen elő? Igen, 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 mondjuk. Tehát az ő korosztályában ő Magyarországon első helyezett volt. Tehát akkor magyar bajnok természetesen, igen. És hát nagyon szurkolunk neki a továbbiakban is. Vannak ilyen célok, mondjuk, hogyha az ő személyét nézzük, vagy akár ne csak őt. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor, ha általában ezek a gyerekek elgondolkoznak, és tényleg szőnek egy ilyen távoli jövőképet. Én szerintem most Noelban is ez érlelődik, mert tudom, hogy még a tánc mellett ő zenével is foglalkozik. Abban is képzi magát, tehát mindenféleképpen a művészetek felé hajlik, elég egy okos, érzelmes kisrác. Én most úgy gondolom, hogy annyira megérintette a táncele, hogy ő komolyan gondolkodik a táncban. Van egy másik tanítványunk, aki tavaly Európa-bajnok 6. lett, ő modern táncban, Palotai Patrik, és tavaly ez a 6. hely tőle is egy nagyon-nagyon szép eredmény volt. És ő például már eldöntötte, ő 10 éves jelen pillanatban, hogy ő megy az egyetemnek a balett szakára.
sok sikert kívánunk neki, és itt az elmúlt 20 plusz évben tudnál egy-két tanítványt, vagy hogyha kiemelni nehéz, de azért, nem, akik tudok. Igen. Amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy igazándiból mi egy amatőr tánciskola vagyunk, de igyekszünk minél profibb képzést adni a gyerekeknek, főleg aki igényli. Akik eddig a Táncművészeti Egyetemre szerettek volna jelentkezni, mindenkit felvettek, és többen végeztek már a Táncművészeti Egyetemen, és akire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, több, és érdekes, hogy főleg férfiak, férfi táncosok, nagyon büszkék vagyunk Koncz Péterre, aki a Pécsi Balettnél szóló táncos, és többször volt már az év táncosa, vagy Molnár Zsolt, akit úgy tudom, hogy hát ő is már rég szakadt el tőlünk, de őnek is már azt hiszem külön társulata, vagy már önállóan dolgozok, ő is a Pécsi Balettnél van, vagy Szabó Csenger, aki most megfogtál, de Hollandiában vagy Dániában egy saját együttesben táncol már, akkor Szabó Zoltán, aki Budapesten szintén egy önálló emeléstechnikát oktat, és egy művészeti iskolában tánc tanár, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Viszont voltak olyan hölgyek, akik a színművészeti egyetemnek a koreográfus szakát végezte, Hojsa Henrietta, vagy Bakó Kitti, aki színésznő lett, tehát sok-sok-sok ilyen, és utána átment kaszkadőrbe, tehát ő rájuk mind-mind még büszkék, és nem is biztos, hogy mindenkit tudtam most felsorolni, akik tőlünk nőttek ki. Mondhatjuk a teljesség igénye nélkül, de azért sikerült nagyon sok embert kijelölni, és hát nagyon sok embernek, fiatalnak határozta meg az életét, akkor ez a tánciskola is milyen jó ezt kimondani. Ha visszatérünk, mert ugye a ti eredményedről, meg ti eredményeitekről sokat beszélgettünk, a tánciskola eredményeit is kicsit vegyük górcső alá, tehát ne csak a szlovéniai Európa-bajnokságot, hanem mellette még itt az elmúlt évekből milyen eredményeket tudnál nekünk elárulni? Mi több szövetséghez tartozunk, mert sokan nem tudják, nagyon sokfajta szövetség van, és az egyik legkomolyabb szövetség a Magyar Táncpedagógusok Országos Szövetsége, akik 5 évente minősítik a tánccsoportokat. Most éppen be kell majd nyújtanunk megint az elért eredményeket, mert az elért eredmények alapján kapunk egy minősítést. Ha valaki 5 év alatt az országos fesztiválokon és versenyeken mindig minimum eléri a bronz szintet, akkor megkapja a bronz minősítést. Ha második helyezés, akkor ezüst. Ha 5 éven át tartja az elsőjét, akkor arany minősítést. Nekünk már van egy bronz minősítésünk, és szerintem már itt, ha visszatekintek az utóbbi 5-10 évre, szerintem gyúrhatunk az ezüst vagy az arany minősítésre, mert nagyon sok ezüst és arany minősítést helyet elhoztunk már. A szlovéniai EB mennyire kuriózum, tehát itt a külföldi versenyekre értem? Kimondottan kuriózum, mert rövidítve az IDO szövetséghez tartozik, ez egy olyan nemzetközi szövetség, 2 nagy szövetség van amúgy a világban, az egyik a Magyar Táncsportok Szövetsége, ahol a versenytáncosok vannak leigazolva, és most már felkarolták az autentikus és modern táncokat, hip-hopot, és a breaket, ami a break ugye tudva levő, hogy az idéntől olimpiai sportágok közébe vették, és plusz ez az IDO, amit mondtam. Ez a 2 szövetség az, a legkomolyabb szövetség, ahol himnusz is szól az adott országnak, aki az első helyet eléri. Úgyhogy bizony-bizony, mi itt már 90-es évek óta versenyzünk, ennél a szövetségnél rendszeresen. Mi itt lettünk annak idején világbajnokok, úgyhogy nagyon nagy dolog volt, amikor nekünk szólt a himnusz. Úgyhogy jó érzés úgy a dobogó első fokán állni, és remélem, hogy egyszer majd a tanítványaimnak is szólni fog a himnusz. Ebben természetesen mi is reménykedünk. Szlovénia mellett voltak más külföldi versenyeitek, amelyeken részt vett a Gréfány? Ebben az évben nem. Tehát nem ez csak ebben az évben, hanem bármikor, itt az elmúlt évekből akár. Hát úgy értem, hogy Szlovénia. Ja, persze, igen, voltunk már Rizában, Németországban, úgyhogy ugye most majd Patrik majd Belgiumba, tehát ezt mindig éppen valamelyik országban rendezik meg. Akár így az élményekről is, egy diáknak, egy fiatalnak. Lehet, hogy életében először mondjuk repült, hogyha Németországot nézzük, hogy nem tudom, hogy busz. Hát általában busszal megyünk, busz. De most eszembe jutott egy nagyon jó sztori, mert voltunk Prágában 1-2 évvel ezelőtt, és ugye pont beszélgettünk a fiatalokról, hogy mi a hozzáállásuk a tánchoz, és ugye ez egy 1-2 évvel ezelőtt volt, és tényleg Prága gyönyörű. És egy hetet töltöttünk, és mindenki bent ült a kis ágyában, és nyomták a kütyűket, vagy a táblagépet, vagy a laptopot, vagy a telefonjukat.
És volt egy szabad napunk, és mondtam, hogy most mindenki felöltözik, és volt, aki így húzta a száját, hogy nem, és mondtam, hogy tehát ismerne tudják, milyen az, amikor Pötyi néni mérges lesz, úgyhogy mondtam, hogy nincs appelláta, azonnal mindenki felöltözik, és bemegyünk Óváros nézni, és utána kiderült, hogy mégis milyen szép, tehát hogy tényleg gyönyörű, tehát Prágát nem szabad kihagyni, hogyha az ember szeret kirándulni, és főleg, hogyha még egy verseny által kerül ki. Úgyhogy tényleg nagy élménye jöttek vissza a gyerekek, és most a mai napig örülök, hogy igenis rávettem a csapatot, hogy már pedig kötelező város nézni. Ha már ugye pont itt a beszélgetésünk elején említetted, hogy nagyon szeret kirándulni, és a versenynek, a táncnak köszönhetően a világ hát sok pontját akkor ezek szerint láttad. Prága mellett még mit emelnél ki, amit láttál, és a táncnak köszönheted? Most konkrétan nagyon szép volt Laskó városa, ahol voltunk. Rengeteg váracskák vannak, ilyen ugye nagyon dimbes, dombos vidék Szlovéniába, és mindenhol volt egy ilyen kis bástya vagy őrtorony, úgyhogy mi is elmentünk, meg utána a kisebb gyerekeket szülők hozták ki, úgyhogy mindenki küldözgette be a csoportba, hogy másnap hova mentek el kirándulni, és akkor utána a gyerekekkel úgy jöttek vissza haza. Amit én a táncnak amúgy személyesen köszönhetek, hogy szinte a félvilágot bejártam. Hát a leggyönyörűbb Kanári-szigeteken, amikor ott kinéltünk és ott táncoltunk, szinte majdnem az összes szigetet bejártuk, ami legjobban a szívemhez nőtt Fuerteventura, vagy La Gomera szigete, ez fantasztikus, nagyon szép. Németországban nagyon-nagyon sokat jártunk, ott több városban, jobban Dresda. Dresdában gyönyörű a karácsony, általában karácsonykor voltak a nagy versenyek, vagy Bamberg. Hú, hát nagyon sok helyen jártam, nagyon most így hirtelen ezt tudtam kiemelni. És zárszóként, ugye arról szoktunk beszélgetni, hogy a zenének milyen lelki hatásai vannak, akár beteg embereknek is, hogyha zenét hallgatnak, akkor az mennyire jó hatással van. A tánc, mint mozgásforma szerinted a lelkünkre hogyan hathat? Mindenféleképpen pozitív, amúgy itt meg kiemelném azt, hogy nagyon-nagyon fontos számomra, hogy hiszek a rezgésben, akár a maga a bioenergiába, az emberek energetikájába, minden rezgés, a zenének a rezgésében, ahogy hat a mi kis agyi hullámainkra, a pszichénkre, és a tánc által keltett rezgésekre, amit közvetíteni akar az adott téma, ez most mindegy, hogy szomorú vagy vidám, viszont itt megragadnám, hogy én úgy gondolom koreográfusként, hogy engem nagyon elszomorít, amikor elmegyek egy versenyre, és főleg a modern versenyekre jellemző, de most ezt megtapasztaltam Laskóba is, hogy már a gyerekek is 80%-ba depresszív és szomorú koreográfiákat táncolnak, és ez nagyon-nagyon nem jó. És ezt a tendenciát látom, hogy nagyon kevés vidám témájú koreográfiát látok visszaköszönni. Nagyon sok olyan, ami a mai problémákkal foglalkozik, ami így megjelenik a mindennapi életünkbe, és szomorú, amikor egy gyermek mondjuk a halált. Nem baj, hogy, tehát az nem baj, ha tudja tényként, hogy létezik a halál, de ne azt táncolja már egy 8-10 éves gyerek. Én úgy gondolom, hanem inkább pozitívan, vidáman kellene. Nem tudom, hogy amúgy ez az adott koreográfus és pedagógusnak az érzelmi világa, és akkor azt közvetíti a gyerekek által, de ez meg egy pedagógiai, pszichológ, pszichés hozzáállás szerintem egy tanár részéről, hogy ne ezt táncolják a gyerekek, hanem inkább vidámat és optimizmust sugározzon az a koreográfia, amit ők előadnak. Én azt gondolom, hogy ez egy tökéletes végszó volt, úgymond, hogy inkább akkor legyünk vidámak, és hogyha táncolunk, akkor inkább a vidámságot sugározzuk magunkból. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is nagyon szépen köszönöm. Huszár Ildikóval, Pötyivel beszélgettünk, tehát itt az elmúlt percekben a Grapevine Tánciskola, Kecskeméti Tánciskola vezetőjével. Ennyi fért bele a mai műsorunkba, tartsanak velünk a folytatásban is. Én viszont most búcsúzom, Vizi Zalánt hallották a Viszonthallásra.